Az Újvidéki Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem összesen 50 egyetemi hallgatója és egyetemi tanáraik vettek részt a Water Tour Szerbia-Magyarország határon átnyúló IPA projektben, amely keretében Tiszakécskéről Szegeden át Újvidékig eveztek le kenóikkal a Tiszán. A projekt résztvevői Óbecsén is tartottak egy pihenőt, ahol a helyi kajakkenu klub házigazdái mellett a helyi önkormányzat és a tartományi titkárság képviselői is üdvözölték őket. Óbecsem a Vajdaság legszebb városa, hiszen a különbözőségek találkozása a Vajdaság különös formulája. Az egyetemek, amelyek részt vesznek ebben a projektben, a természettudományi matematikai kar, a sport- és testnevelési kar és a magyar tannyelvű tanítóképző kar olyan helyek, ahol ápolják a sokszínűséget és felhívják a figyelmet a turizmus fejlesztésére, a környezettudatosságra és a közösség kultúrájának ápolására. Ezek úgy hiszem akkor is kamatoztathatók, amikor a gazdaságról esik szó, vagy bármely olyan eseményről, amely az emberek közötti kapcsolatra és az új ötletekre épül. Óbecse számára fontos a turizmus és az ilyen jellegű együttműködések, mint ahogyan a sport is. Sok óbecsei sportoló az újvidéki sport- és testnevelési karon tanult, amire büszkék vagyunk. Remélem, hogy több ilyen jellegű projekt valósul meg a jövőben. Mi törekedni fogunk arra, hogy jövőre Óbecse is részt vegyen ebben a projektben. A Magyarországot és Szerbiát összekötő víziturizmus fejlesztésére fókuszáló projekt célja a víziturizmus fejlesztése mellett a kulturális örökség és a két ország közös hagyományának népszerűsítése. Emellett a projektben résztvevők arra is törekszenek, hogy a Tiszakécskétől Slankamenig terjedő kajakkenu túra egy önfenntartható turisztikai útvonallá váljon. Megközelítőleg 300 kilométert eveztünk le a Tiszán igen sikeresen. Egy jó csapattá kovácsolódtunk össze, minden este együtt táborozunk, főzünk, együttműködünk, megosztjuk egymással a kulturális és nyelvi értékeinket. Így sok mindent megtanultunk a magyar nyelvről, ők viszont a szerb nyelvről. Mondhatom, hogy ez a projekt nagyon érdekes. Az a célunk, hogy életre keltsük ezt a területet, és hogy azok a diákok, akik az egyetemeinken tanulnak, munkát találhassanak a turisztikai központokban, mivel létrehozunk majd egy programot, amelyet fel tudnak ajánlani a látogatók számára, reményeink szerint már jövőre. Nagyon jó kapcsolatokat tudunk kiépíteni, és egy nagyon hasznos és kellemes sport, közös sportprogramot tudtunk elindítani. Bízunk benne, hogy ezt a továbbiakban folytatjuk, esetleg újabb ötletekkel tudjuk gazdagítani. A túra végeztével az egyetemek megtarthatják a kenukat, amelyeket a projekt keretében kaptak, valamint az új modern oktató felszereléseket is, amelyek a természetben való oktató tevékenységet segítik elő. A hallgatók számára pedig ez a túra is egy felejthetetlen élmény marad. A szerb és a magyar diákok számára is ez egy egyedülálló alkalom arra, hogy különböző kultúrákat ismerhessünk meg, hogy megismerhessük a Magyarországon és Szerbián áthaladó útvonalon található kisebb városokat, de ami a legfontosabb, új ismerettségeket köthetünk meg. Én úgy vélem, ezek az életre szóló ismerettségek teszik kiemelkedővé ezt a túrát. Nagyon jó érzés az, hogy itt lehetek, mert sok újdonságot tapasztalhatok meg, tehát ez nagy kihívás, és a kihívások eléréséhez kellenek célok. A legnagyobb célunk az, hogy eljussunk Újvidékre. A projekt egyik célja az is, hogy létrejöjjön egy olyan mobiltelefonos applikáció, amellyel minden község fel tudja ajánlani a saját turisztikai szolgáltatásait, köztük természetesen Óbecse is. A helyi nyugdíjas egyesület 40 vendéget fogadott, akik az Arangyalováci Nyugdíjas Egyesületből egynapos látogatásra érkeztek Óbecsére. Az ismerkedés után a vendégek megtekintették a Fantaszt kastélyt és a városközpont nevezetességeit is. Kölcsönös elégedettségre új értékes barátságok is születtek, amelyek szebbé és értékesebbé teszik az öreg kort, nyilatkozták a nyugdíjasok. Mi már az a generáció vagyunk, amely már mindent megszokott, de törekszünk arra, hogy úgy mondjam, öreg ifjúkorunkat minél értékesebben töltsük el. Minden hónapban szervezünk egy egynapos kirándulást, és évente kétszer-háromszor hétvégi kirándulásokon is részt veszünk.
Szeretnénk jobb házigazdák lenni, mint amilyen vendégek vagyunk a másoknál tett látogatásaink során. Nagyon örülünk annak, hogy sikerült kapcsolatba lépni velük. Egy kis frissítővel fogadtuk őket. Ezek a találkozók sokat jelentenek a mi korosztályunknak, mert ezáltal gazdagítani tudjuk a mindennapjainkat. Óbecse legidősebb polgárai idén Loznicára, valamint Krusevácra és a közeli gyógyfürdőbe is ellátogattak, hamarosan pedig a csácsaki és a szabadkai nyugdíjasokhoz látogatnak el. Ezen kívül készülnek a nyugdíjas olimpiára is, amelyre szeptember 29-e és október 3-a között kerül sor Vrönyacska Banyán az aktív és kreatív életért jelmondat alatt. Tréningi su krenuli, pripreme su toku. Megkezdődtek az edzések, folynak a készületek, úgyhogy idén is a legjobb eredményekre számítunk az olimpián. 4 verseny van, a váltósport, a labdarúgás, a kosárlabda és a dárc. A tavalyi résztvevők lesznek idén is azok, akik versenyeznek. Ők Vucsica Mirko, Pásztor István, Miskovics Milorád, Milovánov Náda, Faragó Rozália és Bujovics Radován, valamint a Radicevici elnök Rajko. Ugyanakkor a nyugdíjas egyesület 10 tagja ma indul el az ingyenes 10 napos rehabilitációra Vrödnikre. Novemberben 2 nagyobb csoportnak szerveztünk utazást a Nyunyákovi gyógyfürdőbe és a Kanizsai gyógyfürdőbe. 68 helyet biztosítottak a mi nyugdíjasaink számára, ami rekordnak számít. 127 kérvény érkezett be, gondolom annak köszönhetően, hogy a nyugdíjasok a média által hírt kaptak a lehetőségekről. A legyengült immunrendszer, stressz, az erős antibiotikumok használata, a túlzott szénhidrát és cukorfogyasztás csak néhány azon dolgok közül, amelyek felborítják a szervezet megfelelő működését, teret adva a kandida gomba terjedésének, amely további egészségügyi gondokat okoz. A Candida albicans gomba a normál flóra része, megtalálható a bőrön, az emésztőrendszerben, az intim testrészeken, de a szájüregben is. A gondot a gomba felgyorsult és túlzott szaporodása okozza, amely során felborul a gombák és baktériumok közötti normál flóra. Ekkor beszélhetünk gombás fertőzésről. A szájüreg gombás fertőzése során lepedék jelenik meg a nyelven és a nyálkahártyán, égő érzést idézhet elő, és ez gyakran evési gondokhoz is vezet. Főként az újszülötteknél jelenik meg. A bélrendszeri kandida fertőzésnél hasi fájdalmak, haspuffadás, hasmenés jelentkezik, míg a vaginális kandida fertőzés égető, viszkető érzéssel, fehér folyással jár. A bőrkandida leggyakrabban az újszülöttek ágyékhajlataiban alakul ki, de megjelenhet túlsúlyos embereknél is a hajlatokban, nőknél a mellek alatti részen. A tünetek vörös kiütések formájában jelennek meg. Előfordulhatnak a kéz és a lábujjak között is, főként azoknál, akiknek a keze munkájukból kifolyólag sokat van vízben, mint például a cukrászok vagy a háziasszonyok. Pirosodás és fehér réteg jelenik meg ilyenkor a bőrön, a köröm gomba tünetei pedig a szakadozott köröm és a körömágy fájdalommal járó pirosodása. A kandida nemtől kortól függetlenül idézhet elő egészségügyi problémákat, újszülötteknél, de időseknél is megjelenhet. A diagnózis laboratóriumi vizsgálattal állítható fel, kenet vagy széklet mintával. A kezelés első lépése, hogy eltávolítsuk azokat a tényezőket, amelyek kiváltották a kandida gomba túlszaporodását. A második viszont a szigorú diéta, amely nagyon fontos. Tilos mindenféle szénhidrát bevitele, a fehérliszt, az élesztő, a tejtermékek, kivételt képeznek a joghurtok. A gyümölcsök közül kerülni kell az édes gyümölcsöket, inkább ajánlott a citrusfélék és az alma fogyasztása. És a kezeléshez tartozik még az antimikotinok használata is. A kandida gomba túlszaporodását előidézheti a stressz, a gyorsételek, az alkohol fogyasztása, de az ópiátok vagy kontraceptív gyógyszerek használata is. A kezelésnél pedig minden esetben kitartónak és következetesnek kell lenni.
A kandida egy rendkívül makacs és gyakran visszatérő fertőzés, amelynek kezelése sokáig tart. Nagyon fontos a megfelelő diéta betartása, amelyet az orvos ír elő. Sok páciens nem tartja be pontosan az előírtakat, és nem értik meg, hogy ennek bizony nagy jelentősége van. Ez azt jelenti, hogy kerülni kell a szénhidrátokat, és még nagy ritkán sem szabad megenni mondjuk egy szelet csokoládét sem. Az állattenyésztők, a házi kedvencek gazdái vagy a helyi állatorvosok a kis kedvencek orvosi kezelése érdekében a jövőben az Óbecsén már régóta működő állatorvosi klinikán is elvégezhetik a szükséges laboratóriumi diagnosztikát. A Belgrádban már 11 éve sikeresen működő VetLab olyan egyedüli állatorvosi laboratórium, amely laboratóriumi diagnosztikát végez, és amely mostantól a Zsárvel VetLab állatorvosi rendelő kereteiben is megkezdte működését. Az általunk működtetett laboratóriumban számos laboratóriumi elemzést végzünk úgy a házi kedvencek, mint a tenyészállatok számára. Több száz fajta analízisről van szó. Az itt megnyitott laboratórium is a legkorszerűbb felszerelésekkel működik, és az eredmények határideje is garantált. A laboratóriumi elemzések úgy vannak megfogalmazva, hogy azok a lehető legjobb orvosi diagnosztika felállítását szolgálják a házi kedvenceket illetően, de a farmokon nevelt állatok tekintetében is. Kijelenthetem, hogy mi vagyunk a VetLab első kihelyezett laboratóriuma Szerbiában. Állatgyógyászati szempontból ez számunkra állatorvosok számára nagy segítséget jelent, hiszen sokat számít, ha egy ilyen jelentős segítség áll a hátunk mögött. De ugyanígy az ügyfeleink és mindazok számára is jelentős, akiknek állatorvosi laboratóriumi elemzésre van szükségük, hiszen azt most már itt is megtehetik minden nehézség nélkül. Elsőként a helyi állatmenhely 4 védence vehette igénybe az új laboratórium szolgáltatásait. A Zsárvel VetLab-tel már évek óta jó az együttműködés, és örömömre szolgál, hogy szinte minden nap a segítségünkre vannak. Örülök annak, hogy a VetLab már itt is működik, és a laboratóriumi elemzések gyorsan elérhetőek. Itt csupán néhány perc alatt elvégezhetjük az állatok számára szükséges vizsgálatokat. Ezáltal gyors képet kapunk az állatok egészségügyi állapotáról, és időben tudjuk megkezdeni a szükséges kezeléseket. A laboratóriumi vizsgálatok az állatorvosok számára fontos diagnosztikai eszköz, és nem csak akkor, ha házi kedvencekről van szó. A tenyészállatok esetében is jelentős, hiszen a helyes vizsgálati eredmények időben segítenek felismerni az egészségügyi problémákat, így döntő szerepük van a betegségek megelőzésének és kezelésének érdekében. A tenyészállatok esetében kiemelten jelentős, hogy időben felállítsuk a diagnosztikát, legyen szó akár sport céljából tartott, akár munkacélra nevelt, vagy kizárólag tenyészállatokról, mert betekintést enged abba, hogy mi történik az állati szervezetben. Fontos például feltérképeznünk, hogy milyen takarmányt kapott az állat, hogy abból, ami előre van látva, mit evett meg. Ezt metabolizmus profilok felállításával és általános elemzésekkel tudjuk kivizsgálni. A tapasztalat szerint az állatgyógyászat terén a leggyakrabban az általános állapotra, az emésztő és húgyuti, valamint endokrinológiai és egyéb fertőző betegségekre vonatkozó állatorvosi vizsgálatokra van szükség. A péterévei önkéntes tűzoltók rövid összejövetelt tartottak a helyi kézműves otthonban, ahol a tapasztalatok megosztása mellett az aratási időszakban önkéntes szolgálatban levő társaiknak is megköszönték munkájukat. A találkozó legelején beszédet tartott a tűzvédelmi szakember, az önkéntes tűzoltó egyesület elnöke, a Vajdasági Tűzoltó Szövetség tagja, valamint Varga József, a községi aratási és tűzvédelmi stábjának elnöke. A mai összejövetel egyik célja az, hogy köszönetet mondjunk azoknak, akik a saját szabadidejüket arra fordították, hogy ügyeletes szolgálatot töltöttek be a péterévei állomáson. 20 napon át tartottunk ügyeletet, ezt a törvény is így írja elő. Az önkénteseknek biztosítottunk reggelit, ebédet, vacsorát, és mondhatom, hogy hála Istennek jól zajlott minden. A községben egyetlen tűzeset sem volt az aratási idő alatt.
Az egyesület, amely 1883-ban alakult meg, jelenleg 30 önkéntes számlál, akiknél nem az akarat, sokkal inkább a megfelelő felszerelés hiányzik a munkához. Néhány évvel ezelőtt a belügyminisztérium határozata alapján elvették mindazt a felszerelést, amivel addig rendelkeztünk. Egyedül a tűzoltó otthon maradt meg nekünk. Nulláról kell újraindulnunk. Ezzel a ténnyel az állam is tisztában van, és ezért kell nagy pénzeszközöket fordítani a megfelelő felszerelésekre, hogy azok az egységek, amelyek még működnek, fennmaradhassanak. Mint ahogyan azt az önkéntes tűzoltókra vonatkozó új törvény is előírja, azok számára, akik tűzvédelemmel és tűzoltással akarnak foglalkozni, és nem csak az emlékek ápolásával, szükség van változtatásra, a munkakörülmények normalizálására, a szükséges felszerelések és járművek biztosítására a biztonságos működés érdekében. A jövőben minden önkéntes egységbe lesz osztva A, B vagy C kategóriába, attól függően, hogy milyen felszereléssel rendelkezik. Mi az önkormányzati, a tartományi és a köztársasági szinten is pályázunk majd, hisz az, hogy milyen kategóriába sorolnak majd be minket, attól függ, hogy milyen felszereléseket tudunk beszerezni. Varga József elmondása szerint az ügyeletes csoportban nem lehetnek 60 évnél idősebb önkéntesek. Jelenleg 15 fiatal aktivistánk van, és az a célunk, hogy őket külön kiképezzük, ami által egy igen erős önkéntes egységet tudunk kialakítani. Mivel a tűzvédelmi törvény szerint az a település, amelynek 10 000 lakosa van, köteles tűzoltóegységgel rendelkezni. Péter révén nincs 10 000 lakos, de Óbecsétől 13 kilométernyire vagyunk. Tűz esetén az állami tűzoltóegységnek legalább 15 percre van szüksége, mire ideér. Ezért alapítunk egy helyi önkéntes egységet is, akiknek a tagjai segítkezni fognak, kinyitják a kapukat, kimentik az állatokat vagy az embereket tűz esetén, tehát előkészítik a terepet, mire az állami tűzoltó egység ideér. Az aratási idő végeztével a péterévei önkéntesek pihenőre mennek, de ennek ellenére állandó készenlétben is lesznek, hiszen időben reagálniuk kell tűz esetén. Az óbecsei Tiszaparton sétálva, elhaladva a nyaralók előtt nem lehet figyelmen kívül hagyni a 19. századi Angliában készült hatalmas gőzmozdonyt. A vasóriás egykor Keri István tulajdonában volt, de az elmúlt két évtizedben Sípos Tibor nyugdíjazott ügyvéd galériája előtt díszeleg. Ez a gép a Móse Piáde utcában állt, a városból kifelé haladva az utca bal felén. Amikor a tulaja elhunyt, az örökösök eladták a családi házat, és akkor felmerült a kérdés, mi legyen ezzel a géppel, az új tulajnak ugyanis nem kellett. Én ügyvédként voltam érintett az ügyben, így került hozzám. Így mentette meg Sípos Tibor a gőzmozdonyt az idő vasfogától és a teljes feledéstől. Abban ő sem egészen biztos, hogyan került ez a gép, amelyet élete végéig őrzött, Keri István tulajdonába. Azóta már sokan meg akarták venni, köztük olyan is, aki központi fűtésrendszert akart belőle kialakítani. Amikor a Sípos család átvette ezt a koros vashölgyet, szinte minden apró részlet hiányzott róla, mint ahogyan a mozdonykémény és a lentkerék is. A hiányzó részeket 2002-ben utánzatokkal helyettesítették, és így került a mai helyére, a galéria melletti fövenyre. Nemrégiben egy parasztkocsi is érkezett a gőzmozdony mellé. Az egyik ügyfelemtől kaptam, neki nem kellett, mert csak a helyet fogta. Így jutott el hozzám, de már nálunk otthon sem volt nagyon helye, így került ki ide. Kicsit felemeltük, hogy magasabban álljon, itt senki sem tudja bántani. Másrésztről védve van akkor is, ha megemelkedik a Tisza vízszintje. Sajnálnám kidobni, hiszen nagyon gondos kézi munkával dolgozták ki a fa elemeket és a kovácsolt vas részeket is. Sípos Tibor nem titkolja a régiségek utáni szeretetét, a barátoktól és ismerősöktől kapott régiségeket is gondosan őrizgeti, de főként a családi erekéket, amelyekhez szentimentálisan is kötődik. Otthon van egy régi traktor is, amelyet becses emlékként őrzök. Az egykori szép időkre és apámra emlékeztet.
Télikabát, lábbeli cipő, tankönyvek, írószerek, tornafelszerelés csak néhány azon dolgok közül, amiket a szülőknek be kell szerezniük szeptember elején. A legtöbben egész évben spórolnak, vagy rokonoktól kérnek kölcsön, esetleg hitelt vesznek fel, amikor a tankönyvek kifizetéséről van szó. Sokan az interneten keresztül cserével vagy alacsonyabb áron igyekeznek beszerezni a használt tankönyveket. A polgárokat is megkérdeztük, mennyire terheli meg az iskolakezdés a családi kasszát. Ha mindent összevetünk, figyelembe véve, hogy nem csak tankönyvekre van szükség, hanem új lábbelire, ruhákra és még sok másra. Korábban is az volt, de most is költséges az iskolakezdés. Én úgy vélem, korábban nem volt ilyen költséges, legalábbis úgy hiszem, az én szüleimnek könnyebb volt. De ha a költségeket felosztuk több hónapra, akkor nem szörnyű. Legalábbis mi így oldottuk meg. Az én unokám már felnőtt, úgyhogy már nem foglalkozom a könyvek és a felszerelés költségeivel. Valószínű nem kis pénz, legalábbis így olvastam az újságban, és a szomszédoktól is ezt hallottam. Költséges, de hát ez van. Amit hallottam erről, meglehetősen szomorú. Nem látok semmilyen segítséget vagy megértést azok iránt a gyerekek iránt, akiknek kötelező megvásárolniuk mindezeket a felszereléseket. Úgy hiszem, hogy minden egyre drágább. Itt van például ez a nehéz táska, de mindent vinniük kell. Csak anyanyelvi órára az olvasókönyv mellett ott van a Úgy hiszem, hogy minden egyre drágább. Itt van például ez a nehéz táska, de mindent vinniük kell. Csak anyanyelvi órára az olvasókönyv mellett ott van a gyakorlókönyv, a füzetek. Ha nem segítenénk neki, hogy elvigyük a táskát az iskolába, elferdíteni a gerincét. Fogalmam sincs, hogy mennyibe kerülnek a tankönyvek. Elég az, hogy nevelem őket. Én az én gyermekem harmadikos tankönyveire 7800 dinárt költöttem, a füzetekre, táskára és a többi felszerelésre további 10000 dinárt. Az öltözékről, lábbeliről nem is beszélve, ami szintén megközelítőleg 10000 dinárba került. Az unokáimon keresztül tudom, hogy igen nagy kiadás. A mi időnkben az iskolakezdés, hogy úgy mondjam, nem volt ekkora csapás a családi kasszára. Az iskola felszerelés értéke az iskolatáska és tornacipő minőségétől, valamint a vásárlás helyétől, de a családi tárca méretétől is függ. A szülők a könyvekre 7000-től 23000 dinárt, az öltözékre és lábbelire 10 és 50000 dinár között, a tanászközökre 2-től 10000 dinárt is költhetnek. Így egy iskolakezdés akár 30-tól 90000 dinárig terjedő költséget is jelenthet a család számára. Slavko Ferlán akadémiai festőkiállítását nyitották meg tegnap az Óbecsei Körgalériában. A tárlaton 25 festmény tekinthető meg, amelyek a festő kedvelt témáját, a kávéházak életét örökítik meg. Alkotásai az egykori híres és kevésbé ismert írók, költők, újságírók, színészek, festők és szobrászok mindenkoron kedvelt gyülekezőhelyét, a kávéházak hangulatát örökítik meg. Fiatal koromban én is gyakran voltam vendég az ilyen helyeken, talán egy kicsit túl sokszor is. Lehet, hogy épp ezért szeretem Bukovszkit is, ő is valahogy így élt. Ez valahogy a festészettel kapcsolatos önéletrajzi álláspontom. Mindazt a jókedvet és élményt, amit ott szereztem, átviszem a festészetbe. Ferlán alkotásait már a 2004-ben kiállított tárlaton is megismerhette az óbecsei közönség. A most kiállított festmények viszont az elmúlt 3 évben születtek meg. Sok festményt alkottam már, többet el is adtam. Nagyon szeretem azt, amit csinálok. Igyekszem őszinte lenni, és talán túl őszinte is vagyok, de nem tehetek ez ellen. Ezek az alkotások mind abból az időből vannak, amelyeket feljegyeztem az emlékek lábjegyzetében. Slavko Ferlán festményeit szeptember 18-ig lehet megtekinteni a Körgalériában.